van egy olyan feladat a feladatokomba, hogy téli karácsonyi ünnepet, népszokást soroljon fel. Négyet, legalább négyet. Utca széke. Mikulás, karácsony. Utca széke, így van. Új év. Hát 24-ét azt tudod. A téli és karácsonyi népszokás. Akkor mondok még, napjai jelenség. Így van. A diákok közgyűlést is tartottak, amelyen... Vízkereszt január 7, ugye? Lehet, hogy kicsitől kérdezni, ő jobban tudja ezeket. Meg hogy a húsvétot, hogy számolják ki, hogy mikor esik mindig másnapra. Azt ő nagyon tudja. Érdekelnek ezek a dolgok. Már szeretném, ha többet, mert tudnám ilyen informálisan beszélgetni. Ha érdekel a tudása. Meg ő a politikától. Meg ő a politikától kezdve minden.
zárni, ugye? Mint a telefonom azért mutatta volna létára, nem? Mi kedden veszel, a csütőben valahogy így mutatja az esőt. Ezt akartam kérdezettem, szokták használni a különböző nyaksálakat? Igen. Szerintem van őket öldözteti a blues és az hár. Igen, van egy kis vékony, sőt nem is egy-kettő. Kettő olyan kis vékony, ilyen tavaszi-őszi sálam. Van egy sapkám, megtaláltam valamelyik nap. Szerintem pont ehhez a kabáthoz való. Egy ilyen sötétkék, pojtos sapka. Na, csak kerekfejem van benne, tudod, azért nem igazán hordom. Mindegy, hogy nézel? Mindegy, nekem minden sapkám kerekfejem van. Hát nem mindegy, hogy nézek ki. Belső érték számít. Én már mégis csipkés bugyogóba akarsz tupányozni? Belső értékeim. Nekem is szívni kell a véredet. Ja, a belső értékeimre gerjedjél. Talára gerjedek a bugyi, belül a belső értékeim. Azért jó a világos tél francia bugyi. Ami egyszer volt rajtam, mert... Az oké, hogy jó az? Szeretem világos téged. Ez az egyik, hát ha nem is annyira világos, de a kék meg a zöld azok a kedvenc színeim. Pirosat abszolút nem szeretem, van pedig ilyen pirosas ruhám, de azokat nem. Közeledünk, nem? Valami furcsa érzésem támadt. Majd ott, ahol azok az autó megy be, majd ott megyünk. Valami furcsa érzésem támadt. Hogy? Ide jössz a suliba? Ó, de jó lesz a kis köcsön. Beresztenek az orosz lábak közé, élák közé. Nem tudom majd milyen feladatod a... Nem zöld? De. Vagy nem tudom milyen feladatra osztanak, vagy csak mi lesz a dolgod. Megőriznek el őket. Pasztot kell hívni karban. Ja. Itt kell bevenni valamit. Csak itt kéne valami partkolór, de... Vagy keresik valamit. Mennyi autó parkol itt a paráházaknál? Itt rohadnak széllyel. Itt rohadnak széllyel ezek az autók.
nyári kirándulásra megyünk. Kiértörül az ablakot. Belülről. Nézem az autókat. Milyen autók vannak. Ez a DPD-s forgó. Fiatot alig látni. Fiat 500-as van, csak jó, egy Hyundai. És még hozzá egy Accent, de 2007-es. Vagy 8-as, vagy 10-es. Törökök szeretik nagyon. Az egy cukrászdára nem lehet menni vásárolni, mert nincs parkoló. Valahol a felháborító, hogy kereskedelmi egységben nem tudsz venni. Ide akarom menni. Hey. Nem leszek útba. Gyökérnek. Itt van a Renault Scenic Borderlet. Nem látszik a piros autó mellett van. Koszos az autó. Aha. Tudom. Leharkolt. Igen. Tudom, hogy koszos. Oké. Hát a fehér meg tudod, rögtön látszik. Na. Leharkolt. Okay. De nincs autóbusa, igen. Jó. Annyian vannak. Vasárnap. Pedig hét. Mikulás. Nem tudom. Nem megyünk be. Mi? Rágyújtok? Szólok meg, hogy készüljenek. Persze, valam kezdik el, hogy ez a mikrofont. Nem tudom, hogy itt kell esetleg a vasúthoz elvinni. Betakarító. Papír törlő a kocsiba. Már azt ki kell venni. Az ablakot belülről koszos. Itt kell kivenni? Koszos az ablak belülről, most akarjottam be. Csak ugye még mindig gezemicés.
figyelj, csak egy 50 szóra ott vagyunk. Jó? Hát akkor hopp, szólj a fiúknak is. Jó van, hát fél. Ja, na hát jó van, akkor jött össze. Puszika, hello, nézd, hello. Azt mondja, Kinga, hát én meg nem vagyok felöltözve. Hát basszus, hát 10 perc múlva fél. Ez ő volt az, aki 8 órakor rányomta a lájkot legelőször. Álma fekve. Nem, akkor ébredt reggel 8-kor, hogy oké. Azt mondja, még nem vagyok felöltözve, azt van 10 perc. Jó, érdekes. Mondtam, hogy 5 perc. Érdekes lány. Átlagos lány, csak egy dologban nem átlagos. Igen. Nem csípi, nem vonzzák a fickók. Se. Nem mondtam neki, jaj, hát engem már az se érdekel, gyerekem a saját nemedhez van. Hát ahhoz nem. Hát de hogy emezhesse. Hát nem ér. De ez már nekem is elmondta nem egyszer. Annyira nem érdekli a pasi, hogy érdeklődjön utána, hogy fenntartja az érdeklődését. Mondjuk oké, azt mondta, hogy azt ő is végig gondolta erről a Albertóról, hogy mire menne bele. Kirakta az útját. Hát ki most kirakta? Aha. Mondta neked itt is. Itt vagyok-e? Aha. Neked is mondta? Vigyázz a kis csaj. Hallottam. Jó? Nekem nem mondta. Ez az, hogy túl józan.